560 milliós beruházás egy év alatt kiépítik Nagycsere és Halál ivóvíz hálózatát. Jó a betegeknek, jó a kutatóknak, 5 éves a gyógyszerfejlesztési koordinációs központ. Kezdődik a vízilabda bajnokság, a szezonnyitó meccset Tatabányán játssza a DVSE. Jó estét kívánok, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a napszemle október 2-a kedd van, mondjuk a legfrissebb híreket. Évtizedes álma válik valóra a Nagycserén és Halápon élőknek, hamarosan elkezdődik az ivóvíz hálózat kiépítése, ami a kertségi fejlesztési program egyik legfontosabb eleme és része az új Főnix tervnek is. Pap László polgármester azt mondta, már az önkormányzat számláján van a kormány által biztosított 560 millió forint, és még ebben a hónapban kiírják a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. Nagycserén és Halápon 2,5 ezeren élnek, évtizedes vágyuk volt az ivóvízhálózat kiépítése, a kormány tavasszal döntött a beruházás támogatásáról. A tervek szerint itt Nagycserén egy vízműtelepet építenek és kialakítanak egy nyomásfokozó központot is. Innen külön gerincvezeték épül Nagycseré és külön Haláp vízellátására. A vezetékek teljes hossza csak nem 13 km lesz. Pap László polgármester azt mondta, az ivóvízhálózat kiépítése a Fidesz-KDNP frakció által indított kertségi fejlesztési program része, ami egyben az új Főnix terv egyik fontos eleme. Most én azzal a örömhírrel jöttem ide a helyiekhez, hogy elmondjam, 2018. szeptemberében megérkezett Debrecen önkormányzatának számlájára az az összeg, egész pontosan 560 millió forint, amely a két városrész ivóvíz programjának a megvalósításához szükséges. Türk László, a nagycserei településrész önkormányzati képviselője azt mondta, a tavalyi időközi választás idején sokan kérdezték tőle, hogy mikor készül el az ivóvízhálózat, most mindez már kézzel fogható távolságba került. Örömteli pillanat ez számunkra, hiszen a kormányzati támogatással, ahogyan polgármester úr is elmondta, elkezdődhet ennek az ügynek a kivitelezése, és az itt élő embereknek ez nagy örömet fog szerezni. Kovács István, a Halápi településrész önkormányzati képviselője is azt hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel régi álma teljesül az itt élőknek. Halápon ugye óvoda működik, orvosrendelő működik, illetve a családok normál hétköznapi életéhez hozzátartozik az, hogy egészséges vizet fogyaszthassanak, ami ugye a fúrott kútból nem feltétlenül valósult meg, mert annak arzén és nitrit tartalma magasabb a megengedett értéknél. Az önkormányzat várhatóan még ebben a hónapban kírja a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást, jövő tavasszal pedig megkezdődhet a munka. A beruházás a tervek szerint egy éven belül elkészül. A betegek, a kutatók és maga a Debreceni Egyetem is profitál a Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ 5 évvel ezelőtti megalapításából. Ezt mondták az intézmény vezetői az évforduló kapcsán tartott szakmai konferencián. 2013 óta megduplázódott a kutatások száma, az egyetem gyógyszerfejlesztéssel kapcsolatos bevétele pedig megháromszorozódott. A Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ megalapításának 5. évfordulóján szakmai konferenciát rendezett a Debreceni Egyetem. Itt adták át a klinikai vizsgálatok kiválósága díjat, amit az IQVIA kapott meg. A világ egyik legnagyobb vizsgálatszervező cége tavaly kötött megállapodást az egyetemmel. Ez csak azután jöhetett létre, hogy az intézmény 5 évvel ezelőtt újra szervezte gyógyszerfejlesztési stratégiáját. A partnerek részéről hát nyilván nagyon fontos az, hogy a szerződéses környezet és a rugalmasság, valamint a felelősségvállalások megfelelő helyen legyenek. Az egyetemen 25 éve végzik klinikai gyógyszerek vizsgálatát. A 2013-as átalakulás óta duplájára nőtt a kutatások száma, és meg háromszorozódott az intézmény ezekből származó bevétele, ami így már évente meghaladja az 1,4 milliárd forintot. Az egyetem presztízsét is növeli a vállalatokkal, gyógyszergyárakkal való együttműködés. Végre megjelennek sorozatban az egyetemről a klinikákról származó betegeken végzett vizsgálatokról, vagy éppen esettanulmányokról, vagy egyáltalán az egyetemi gyógyítással kapcsolatos tudományos közlemények, amitől bárki inkább orvos egyetemen érezheti magát. A Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központot 5 éve Pál Dénes vezeti. Az igazgató elmondta, a kutatóknak is hasznos szakmai tapasztalatot jelentenek a vizsgálatok, és a betegek számára is nagy lehetőség rejlik ezekben.
ha időben felismerésre kerül egy probléma, amely a hagyományos gyógyszertárban elérhető készítményekkel nem kezelt optimálisan, akkor tudunk neki valami többletet, valami újat nyújtani. Pád Énes hozzátette, jelenleg 400 vizsgálatuk van folyamatban, amelyekben csaknem 2000 beteg vesz részt. Magyarországon évente 2300 nő hal bele az emlőrákba, pedig ez a betegség ma már gyógyítható, de csak akkor, ha időben felismerik. Ezért is fontos a folyamatos ön- és szűrővizsgálat. A Holnapom Egyesület az emlőrák elleni küzdelem jegyében pénteken 8. alkalommal szervezi meg figyelemfelhívó programját. Több mint 8000 nőnél diagnosztizálnak évente emlőrákot hazánkban. Közülük 2300-an bele is halnak a betegségbe. Október évek óta a merrák elleni kampány hónapja. Debrecenben több rendezvényt is szerveznek ennek kapcsán. Most pénteken például a Tégy ma a holnapodért címmel tartanak egészségnapot a Fórum bevásárlóközpontban. Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, mert hogy nincs semmilyen tünete, nem tudjuk észrevenni véletlenül, ezért fontos, hogy figyeljünk magunkra, menjünk el szűrésre, mert az idejében felfedezett merrák ma teljesen jól gyógyítható. És ez a fontos üzenete a rendezvénynek is, hogy ne féljünk, hanem menjünk, aki szűrésre kap meghívót, menjen szűrésre, a fiatalok pedig figyeljenek magukra. Széles Diana alpolgármester is arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrővizsgálatokon túl a 45 év alattiaknál is nagyon fontos az önvizsgálat. Magyarországon 10 nő közül csak 4 megy el szűrésre. Debrecenben jobb a helyzet, hiszen itt a nők több mint 60%-a jár évente, vagy legalább 2 évente mammográfiai vizsgálatra. Egy nagyon jól működő rendszer működik Debrecenben, a Kenézi Kórházon keresztül, ugye a megyéből, az önkormányzatokon keresztül azért sikerül beszállítatni Debrecenbe a nőket, és 45 éves kor fölött le tudja szűrni őket a Kenézi Kórház. Nekünk fel kell hívni a figyelmet azt, hogy minél többen menjenek el. Pénteken a betegséggel kapcsolatos előadásokkal, beszélgetésekkel és ingyenes szűrővizsgálatokkal várják az érdeklődőket a Csapó utcai bevásárlóközpontban. Felújítják a Debreceni Egyetem főépületének belső terét. Az előcsarnokban már befejezték a munkát, a következő 10 hónapban pedig festenek és renoválják a folyosók falait. A beruházás 125 millió forintba kerül, amit az egyetem saját forrásból finanszíroz. Egy hete még állványok és festékes vödrök voltak itt, ma viszont már régi új pompájában fogadja az előtér az egyetemi polgárokat. Most már szabadon lehet közlekedni a főbejáraton, a főépület előcsarnokában ugyanis befejeződtek a munkálatok. Kijavították a falhibákat és frissítő festést kapott. Jövő júliusig összesen 9500 négyzetméternyi felületet fognak lefesteni a szakemberek. Elsőként az előcsarnok szépült meg, de szakaszosan újítják fel a folyosókat és a termeket is. Az angol-amerikai intézet oktatóinak és hallgatóinak pár napra nélkülözniük kell ezt a termet. Ma így dolgoztak a festők. A folyosókra különösen ráfér a felújítás. Ezeken a padokon már több tízezren készülhettek a zéhákra, amelyek így jócskán megrongálták a falakat. A szakemberek az eredeti színre festenek mindent, és a különleges geometriai formákon és díszítéseken sem változtatnak. Friss festést kapnak a korlátok, a radiátorok, a hővezetékek és a nyílászárók is. Az idő kikezdte ezeket, és a szakemberek most egy hosszú hónapokon keresztül tartó munkával aprólékosan megújítják ezeket a területeket, erre az egyetem egy 125 millió forintot fordít saját forrásból. A korszerűsítés az oktatást nem zavarja, a munkát szakaszosan végzik, így időnként csak egy-egy bejáratot kell lezárni. Külföldi tanulmányutak, szakmai gyakorlatok és munkalehetőségek iránt is érdeklődtek ma a Debreceni Egyetem hallgatói. A külügyi bőrzét 20. alkalommal rendezték meg a főépületben. Kiutazást szervező cégek, civil és egyetemi szervezetek mellett nyelvvizsgaközpontok is segítettek a hallgatóknak tájékozódni a nemzetközi programokról. A 24 szervezet standjánál európai és amerikai lehetőségek közül egyaránt válogathattak. A külügyi bőrzén ösztöndíjakról, szakmai gyakorlatokról és tanulmányutakról tájékozódhattak az egyetemisták. Barta Elek oktatási rektorhelyettes a megnyitón azt mondta, Magyarországon a Debreceni Egyetemre jár a legtöbb külföldi hallgató, több mint 100 ország diákjai tanulnak itt.
Nem kevésbé fontos azonban az, hogy a mi hallgatóink is ki tudjanak jutni külföldi egyetemekre, külföldi kutatóhelyekre, vagy olyan külföldi intézményekhez, ahol szakmai gyakorlatot tudnak végezni. Ezt a kiutazást, ennek a lehetőségét igyekszünk ezzel a külügyi bőrzével is biztosítani. Idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz a Tiszántúli Református Egyházkerület nagykönyvtára. Az esemény sorozat idei elmondata: közös tudás, közösségi hozzáférés. Ennek jegyében péntekig ingyen iratkozhatnak be a Református Kollégium nagykönyvtárába a debreceni lakcímmel rendelkezők, akik ezzel 1600 forintot takaríthatnak meg. Újdonság, hogy változott az olvasóterem nyitvatartási ideje is. A szolgáltatásokat ezentúl már 8:30-tól igénybe vehetik az olvasók. Kedden az Országos Könyvtári Napok esemény sorozatához kapcsolódva kvízjátékkal várták a családokat, de a hét többi napjára is szerveznek olvasóbarát programokat. Pénteki napon például Könyvtár, Kincstár, Raktár címmel olyan különleges könyvtári terekbe tekinthetnek be a látogatók, amelyek egyébként nem nyilvánosak. Szombati napon pedig a fő téma az örökség és emlékezet, amikor is ingyenes tárlatvezetéssel várjuk a második emeleti nagy könyvtár kiállító termében az érdeklődőket. Kerékpáros ügyességi pálya, részegszemüveg és fékút teszt. Ezeket is kipróbálhatták ma a gyerekek az egyik nagyáruház parkolójában. A szervező Magyar Autóklub ezzel az őszi közlekedésbiztonsági rendezvényel akarta felhívni a fiatalok figyelmét a közlekedés szabályaira és veszélyeire. Mindössze néhány másodperc, és már meg is történt a baj. A gyerekek megtapasztalhatták, milyen az, amikor egy autónak 40 km/h sebességnél hirtelen fékeznie kell egy gyalogos miatt. A dudaszó hallatán most nekik kellett megnyomniuk a fékpedált. Így nem csak azt láthatták, hogy mekkora veszélyben vannak, ha figyelmetlenek, hanem azt is, hogy az autósnak mennyi ideje van reagálni. Azért jó, mert akkor, hogyha már nagyobbak leszünk, és megkapjuk a jogosítványt, ezekre visszaemlékezünk, egyre többet fogunk tudni ezekről, meg hogy már többször ültünk kocsiban is, és akkor jók lesznek a reflexeink. A gyerekek kipróbálták a részegszemüveget is. Azt látom, hogy a világ az így összement. Kicsit, meg így. Minden kettőt látok, meg olyan homályos. Érdekes volt megtapasztalniuk azt, hogy milyen, amikor valaki ittas állapotban próbál vezetni. A gyerekek kerékpáros ügyességi pályán is kipróbálhatták magukat. Nagyon fontosnak tartjuk a tudatos közlekedésre nevelést, és ez nem holnap vagy holnap után fogja behozni a gyümölcsét, ami a célunk, hanem majd évek után, amikor már ténylegesen akár kismotorral, akár már járművel részt vesznek, és akkor már megfelelő alappal fognak rendelkezni a közlekedés terén. A program gyerekeknek szólt, de a szervezők fontosnak tartják, hogy rajtuk keresztül a szülőket is bevonják. A közlekedés biztonságra nevelés, hát a baleset megelőzés, ugye ezt szeretnénk ezek a rendezvényekkel, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg itt a gyakorlatok, a kerékpáros közlekedés és a gyalogos közlekedés elsősorban, de persze ezen keresztül ugye a szülőikre hatással valahol a gépkocsi közlekedésbe is ugye szeretnénk hatni. A közlekedés biztonsági kampány Debrecenben péntekig tart. Jelentősen átalakult, javarészt hazai játékosokból álló csapattal vág neki a DVS-e az első osztályú vízilabda bajnokságnak. A csapatnál konkrét célokat most nem fogalmaztak meg, de szeretnék megismételni a tavalyi eredményt, azaz idén is a legjobb 8 között akarnak végezni. Július vége óta készül az idei szezonra a DVS-e. A vízilabdások 10 hetes felkészülésen vannak túl, a hétvégén pedig megkezdik a bajnoki szereplést. A csapat terveiről tartott mai sajtótájékoztatón Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta. Stratégiai ügyként kezelik a sportot. A város első osztályú csapatait és azok utánpótlását 290 millió forinttal támogatják. A vízilabda csapat esetében 50 millió forint támogatással élünk. Ebben benne foglaltatik ebben a döntésben az is, hogy 150 debreceni fiatal sportol nap mint nap a vízilabda szakosztályban. Azt gondolom, hogy ez egy igen szép szám, és a mindennapos mozgásukat a vízilabdázás tölti ki. A játékos keret alaposan átalakult a nyáron. 8-an távoztak és mindössze 4-en érkeztek.
A 18-as bőkeret 11 tagja hazai nevelésű. Éppen ezért idén célokat nem fogalmaztak meg, de szeretnének ismét bekerülni a legjobb 8 közé. Elsődleges célunk az, hogy a debreceni játékosok minél többet legyenek a medencében, minél több lehetőséghez jussanak, mint ahogy ezt tették a felkészülési mérkőzéseken is, de mind a kupában, mind pedig a bajnokságban nem fogalmaztuk meg azt a konkrét célt. Az egyik legnagyobb erősítést Kovács Gábor jelenti, aki a bajnoki negyedik OSC-ből jött Debrecenbe. Ő Kálai Márk távozása után a csapatkapitányi szerepkört is megörökölte. Az együttes az első mérkőzését a Tatabánya ellen játssza idegenben. A hétvégén rögtön jön egy mondhatnám meghatározó mérkőzés, ami megalapozhatja az idei évünknek a hangulatát, a kezdeti hangulatot és ezt a kis terhet, ami úgy érzem mindenkinek a vállát egy kicsit nyomja, az egy kicsit leülhet ezzel a győzelemmel. A DVS az OB1B csoportjába került, többek között a tavalyi Bajnokok Ligája győztes Szolnok és a nyáron alaposan megerősödött OSC társaságában. A debreceniek első hazai mérkőzése október 20-án lesz az UVS ellen. Hírműsorunkat látták, friss információkkal, hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!